Gazdag életútja volt, fontos tevékenységeket folytatott egyházi, illetve világi szinten. Mozgató rugója volt a magyarországi német kultúrának nem csak gyülekezeti, hanem főegyházi szinten is. Aradi Andrással, Bonyhádi Esperessel beszélgettünk Rehling Dániel életútjáról. 2008 volt az következő olyan nagyon fontos dátum az életemben, ami hozzá kötődik. Akkor innen ment el az akkor nemrég beiktatott másodlelkész, és akkor ő szólított meg, hogy nem lenne kedvem ide Bonyhádra jönni mellé. És én akkor örömmel mondtam igent. Egyrészt a személyisége is meghatározó volt számomra, másrészt úgy gondoltam, hogy vele együtt dolgozni, és aztán talán később majd a stafétabotot is átvenni, az mindenképpen egy olyan jelentőségű számomra, mind a hivatásomban, mind a családom életében, ami meghatározóvá lesz számomra. Úgyhogy én őt így ismertem meg, és tényleg azt gondolom, hogy ebben az egyház megyében ő úgy volt esperes, hogy folyamatosan az itt élő lelkészek hivatását, de a személyes életüket is támogatta. Úgyhogy mindenképpen egyfajta példa volt számomra. Lelkész családba született bele. Édesapja szintén Kréling Dániel, Gyönkön volt lelkész, később esperes is lett itt az egyházmegyében. És az édesanyja pedig a gyönki református lelkésznek a leánya volt. Úgyhogy ők így házasodtak össze. Egyébként a Kréling család mekkényesi származású, tehát azt lehet mondani, hogy itt a megyében élő németségnek a része volt a család. És hát ő szintén egy nagy családba született bele, és 1962-ben az édesapja ide Bonyhádra került lelkésznek, esperesként is, és azt lehet mondani, hogy ő tulajdonképpen itt Bonyhádon kapta azt az elhívást, amiből aztán a teológia irányába vette az irányt az élete. De azt elmondta már akkor is, hogy egy olyan összetartás, olyan összefogás volt az akkori lelkész családok között, akik azért nem túl jó helyzetbe, gondoljunk bele, hogy ez az 50-es évek, és nem túl megbecsült helyzetbe voltak itt a megyében, és ezért nagyon fontos volt számukra az összetartás. Ez az összetartás volt látható például abban is, hogy itt a temetésen nagyon sokan eljöttek az ő korosztályából. Teológiára került 1964-ben az érettségie után, ugye itt Bonyhádon érettségizett már, az utolsó két évet itt járta, és a teológia alatt is ő nagyon komolyan kezdett el foglalkozni, részben édesapja nyomán is, az egyháztörténettel is, de a rendszeres teológiával is, dogmatikával. Ő aztán ott került kapcsolatba, illetve hát ott próbálta megélni azt a kincsét, ami mindig is meghatározta az életét, a zenét, hiszen keresett kórusokat is, amiben ott Budapesten tudott énekelni, és hát végül a budapesti Lutheránia kórusába találta meg a helyét, és hát ott ismerte meg a feleségét és Boros Piroskát. Amikor Bonyhádi lelkész lett, azért nem volt egyszerű helyzet, gondoljunk abba bele, hogy az édesapja után kellett ezt a szolgálatot elvégeznie, és hát bizony sokszor megküzdött azzal, hogy ő egy fiatal lelkészként, édesapja nyomdokán, esetleg más gondolatokkal is, de lelkészi szolgálatot végez abban a gyülekezetben, amelyben ő felnőtt. De azt gondolom, hogy ezek a nehéz helyzetek aztán szép lassan elrendeződtek, hiszen megismerték őt, megszerették őt,
és elfogadták az ő szolgálatát. A zene az továbbra is kísérte az életét, hiszen aztán később bekapcsolódott a szekszárdi madrigál kórus életébe is, és az is meghatározó volt számára, hiszen ő volt az, aki például rábeszélte őket, hogy Bach kantátákat adjanak elő itt a Bonyhádi Evangélikus templomban. Fontosnak tartotta azt, hogy egyrészt az anyanyelvi, tehát a német nyelvnek a megszólalása megmaradjon a gyülekezet életében. Pontosan ezért megbeszéltük azt, hogy amíg ő bírja, addig ő vállalni fogja az úgynevezett német nyelvű istentiszteleteknek a tartását. Még most, karácsony másodnapján is ő prédikált. Ő az egyik ilyen motorja volt ennek az egész német kultúra megőrzésnek. Motorja volt annak, hogy meg tudjon maradni azt, hogy hát igen, itt ezeket a gyülekezeteket egykori németek alapították. Kreling Dániel a Magyarországi Evangélikus Egyház legrangosabb kitüntetését 2023-ban vehette át, mely elkötelezett lelkipásztori szolgálatért adható.